Bemutatta győzelmi tervét az ukrán elnök, ebben országa NATO csatlakozásának előmozdítását, Ukrajna területi integritásának megőrzését, valamint komolyabb fegyveres támadások indítását szorgalmazza orosz területeken. Hogy mennyire lehet sikeres a terv, arról Bendaszewski Antonnal beszélgetünk. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója és hát szakértője ennek a témának. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Győzelmi terv, vagy inkább valami olyan irányú ügyeskedés, hogy rávegye a szövetségeseit Ukrajna, nevezetesen Zelenszkij elnök, hogy tegyenek többet, akarjanak többet adni és tenni? Hát ez egy kommunikációs stratégia, tehát győzelmi tervnek talán kevésbé nevezném. Ez egy kommunikációs stratégia, amit Ukrajna elsősorban az Egyesült Államok számára dolgozott ki. Ugye nem véletlen, hogy az ukrán társadalom volt az utolsó, amelynek bemutatták ezt a tervet. Ugye Zelenszkij tegnapi nap beszélt az ukrán parlamentben, és akkor hallotta az ukrán társadalom először ennek a tervnek a részletei. De Zelenszkij ugye először szeptemberben utazott az Egyesült Államokba, ahol találkozott az amerikai elnökjelöltekkel, utána pedig ezt a tervet bemutatott más európai döntéshozóknak is. Most pedig ugye mai napon az Európai Parlamentben mutatta be ezt a tervet. De ez elsősorban az Egyesült Államoknak készült, és az volt a célja vele az ukrán döntéshozóknak, hogy függetlenül attól, hogy kikerül ki győztesen a novemberi elnökválasztásokon, biztosítva legyen Ukrajna támogatása, tehát demokrata oldaltól vagy republikánus oldaltól függetlenül, biztosítsák a kontinuitás és biztosítsák Ukrajna támogatását. Ezt el lehet ezzel érni? Ugye egészen mást mond Kamala Harris, és egészen más mond Donald Trump. Az utóbbi azt állítja, hogy majd, ha ő lesz az elnök, akkor mindjárt vége lesz a háborúnak, ő ezt el fogja intézni és el fogja érni Putyinnál akár. Mennyi realitása van annak, hogy valamit tud Putyinnal kezdeni? Hát most ezt a részét talán kevésbé szakértem meg, hogy mennyire van ennek realitása, és mi lesz ennek a vége. Meglátjuk, hogyha az egyik vagy a másik jelölt kerül ki győztesen. Ami az ukrán politikai manőverezést illeti, ilyen szempontból ügyesen próbáltak lépni, azt el kell ismerni, hiszen rendkívül nehéz helyzetbe hozta mind Kamala Harris, mind Donald Trumpot, hiszen ugye találkozott velük, bemutatta ezt a tervet, elmondta, hogy ha ezeket a lépéseket teszi meg az Egyesült Államok, akkor Ukrajna megnyerheti a háborút, és függetlenül attól, mit gondolunk, hogy ez mennyire reális. És ebben a helyzetben ugye nehéz lett volna azt mondani az egyik vagy a másik oldalnak, hogy hát én ezt nem támogatom, én ebből a tervből nem kérek, hiszen pár néhány héttel később ugye elnökválasztások lesznek, és ezek a nyilatkozatok ugye a szavazóknak is szólnak. Másrészt pedig, hogyha megnézzük a terv konkrét pontjait, ugye 5 ilyen pont jelent meg a nyilvánosságban, amikor Zelenszkij a parlament előtt beszélt, és 3 pont, ami titkos, amiről nem tudunk. Tehát az 5 pontból 2 konkrétan Donald Trumpnak és a republikánusoknak szól. Ugye az egyik pont az gyakorlatilag erősíti az amerikai izolacionista politikát. Ugye az 5. pont arról szól, hogy majd, ha véget ér a háború, akkor Európában lesz egy olyan katonai erő, az ukrán erő, amely ugye kellően tapasztalt, megjárta a fegyveres konfliktus, megfelelő tapasztalatokkal, megfelelő katonai lehetőségekkel és eszközökkel rendelkezik, és ez a katonai erő felválthatja az amerikai erőket, tehát az amerikai kontingens visszavonulhat, például a balti országok vagy Lengyelország védelmi feladatairól, és az ukránok majd ezt a feladatot megkaphatják. A másik ilyen pont pedig az ukrán erőforrásokat illeti, ez a 4. pont, azt mondja ugye Zelenszkij győzelmi terve, hogy együttesen a nyugati szövetségesekkel közösen kell megvédeni Ukrajna létfontosságú erőforrásait, olyan ritka fémeket, olyan ritka nyersanyagokat, amelyek létszükségesek mondjuk az európai vagy az amerikai IT-ipar számára, és hogyha ez megtörténik, akkor Ukrajna, tehát ezek az erőforrások ugye vonzó falatok lehetnek a nyugati cégek számára, tehát ilyen befektetési lehetőségek lehetnek, és ugye rögtön felvillanhat a szemünk előtt Donald Trumpnak az üzleti vénája, amely aki azt mondta ugye, hogy hát határtalanul ne támogassuk Ukrajnát, tehát valamit kérjünk cserébe. Hát Zelenszkij felajánlottak, hogy cserébe lehetnek ezek az ukrán erőforrások. Tehát szerintem az a 2 pont az tisztán a republikánusoknak szól. Peszkov azt mondta, a Kreml is megszólalt, ugyanis az ukrán elnök béketerve hasonló ahhoz az amerikai elképzeléshez, aminek az a lényege, hogy az utolsó ukránig harcoljanak Oroszországgal szemben. Ez így persze nem hangzik el, de van egy másik olvasata, hogy most Zelenszkij lényegében kiárusítja Ukrajnát.
Hát lehet egy ilyen olvasata is, most nyilván az oroszok mit szóljanak egy ilyen tervhez, amikor, amelyben ugye Ukrajna még több fegyvert, még több katonai eszközt, még több technológiát kér, illetve ugye engedélyt a mélységi csapásokra Oroszország területén. Én inkább abban látok problémát a tervben, hogy egyrészt nem tartalmaz semmilyen új elemet, tehát ugyanezeket a dolgokat már hallottunk korábban, ugye NATO-ba való belépés, a nyugati fegyverek, stb. Ez már az elmúlt 2,5 évben rendre szerepelt, de talán még nagyobb probléma, hogy a tervnek egyetlen egy eleme sem épül konkrétan ukrán elemre, tehát nem arról van szó, hogy Ukrajna kitalált egy olyan stratégiát, amelyet maga tudja megvalósítani, hanem az összes elem külső segítségre szorul. De hát nem erről szól ez az egész háború? Tehát ameddig Ukrajnát kívülről támogatják, addig Ukrajna talpon tud maradni, ha ennek vége van, Oroszország győz? Hát inkább úgy fordítanám meg a kérdését, hogyha tartósan nem érkezik nyugati segítség, akkor tartósan Ukrajna nem képes fennmaradni Oroszországgal szemben, hiszen hát az orosz erőforrások meghaladják Ukrajna képességét. De hát láttunk, hogy volt ez a fél év, amikor nem érkezett nyugati támogatás Ukrajnába, amerikai támogatás Ukrajnába, és ennek persze meg lett a hatása, tehát amilyen sikereket az oroszok el tudtak érni az elmúlt hónapokban a fronton, az pont ennek köszönhető, de hát nem omlott össze Ukrajna, tehát nem vesztették el a háborút, tehát hogyha nincs nyugati segítség, akkor nem fogunk látni összeomlást, vereséget, hanem egy ilyen lassú bedarálást Oroszország részéről. Ez a pont, ez teljes mértékben fennáll, hogyha Ukrajna nem kap nyugati támogatást, akkor hosszú távon elvérzik Oroszországba. Van itt egy másik probléma, mondják azok, akik elemezték már a javaslatokat, hogy amit kérnek az ukránok, hogy kapjanak engedélyt, és kapjanak hozzá fegyvert, hogy mélységi támadásokat indítsanak Oroszországgal szemben, az gyakorlatilag egy olyan üzenet Putyinnak, ami felszabadítja őt afelől, hogy korlátozott atom felhasználással egy atomháborúba sodorja a világot. Hát ez a félelem, ez évek óta fennáll, hogy Oroszország be fogja vetni a nukleáris fegyvereket. Én azt gondolom, hogy eddig sikerült elérni a nyugati országok részéről is, hogy világos jelzéseket küldjenek Putyinnak, hogy nagyon komoly következményei lennének annak, hogyha Oroszország ilyen fegyvereket vet be. Másrészt pedig Oroszország partnerei, most lehet, nem tudom megemlíteni Kínát, Indiát, hát nem szövetségesek, hanem inkább egyfajta partnerek. Nyilván ők sem néznének jó szemmel, hogyha Oroszország ilyen fegyverekhez nyúlna egy olyan országgal szemben, amely nem rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Tehát azt gondolom, hogy ez egy vörös vonal. Ezt az oroszok nem fogják átlépni, de nem véletlen, hogy ez az engedély a mélységi csapásra még nem született meg. Majdnem megvolt, tehát nagyon közel, hogy a sajtó meglebegtette, hogy már, tehát mindig voltak, hogy a pillanatok, hogy elutazik Antony Blinken Kijevbe, be fogja jelenteni. Nem tudom, az ENSZ közgyűlésen be fogják jelenteni az amerikaiak. Aztán mégsem történt meg, miért nem? Mert ugye az oroszok szeptemberben bejelentették, hogy megváltoztatják a nukleáris doktrinájukat, és ezzel ugye most megint egy időre elvették a nyugati partnerek kedvét, hogy ezt az engedélyt megadják. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb meg fog születni, de hát vonakodnak tőle, nem véletlenül. Benda Zseszky Anton, köszönöm szépen a rendelkezésünkre, szép estét kívánok Önnek!